Kisgyőrben vagyok, ez a Miskolc-Eger szakaszán van a Mária útnak, a főútvonalnak, és Kisgyőrnek az a nevezetessége, vagy egyszerűen csodálatossága, hogy itt van szerintem Közép-Európa fafaragási központja. Az egész falu tele van nívós faragásokkal. A faluháza előtti téren angyal, harangláb, és vele szemben lenn a dombon pedig Közép-Európa legnagyobb betleheme. Egy olyan betlehem, amit mindig itt tartanak, tehát nem csak kirakják. Nézzétek meg! A királyok azok magyar népviseleti ruhában vannak. A Mária és József az is magyar ruhát visel. A templom tornyok, ami körülveszik ezt a teret, azt a magyar egyházak, a keresztény egyházak jelképei vannak rajta. A kakas, a buzogány, a kereszt. A pásztorok is, mindegyik, minthogyha magyar arcok lennének. De ez csak egy része a falunak, mert az utcán, ahogy mész, én nem tudom, 40 gyönyörű fa, faragvány. Itt van egy fafaragó alkotótábor is. Na, mire mutat ez? Arra, hogyha van valahol valami pici sajátosság, ha arra épít, akkor világszámot tud csinálni. Lehet, hogy ezt nem tudja mindenki, de megérdemelni minden turista csoport Japánból, hogy idehozzák. A Mária úton, amikor bejövünk, akkor álvélkodunk Kisgyőrnek ezen a alkotó erején, amit megvalósított. Szóval gyertek el, és ha lehet, akkor ne egy napra, mert nem tudtok mindent megnézni. Kisgyőr.